Jó koncert zárta a Fazekas utcai általános iskola hagyományos gyermeknapi programját, az intézmény diákjai néhány hónapja együttest alapítottak Junior Music Pub néven. Az együttes tagjai valamennyien diákok, és egy kivétellel mindenki az intézmény tanulója. Először is tavaly Nikivel már itt a gyereknapon, ugye a Ki mit tudon, volt egy duónk, ahol már három számot úgymond reprodukáltunk, és utána gondolkodtunk, hogy ebből egész komoly kis produkciót lehetne összehozni. Csak az volt a probléma, hogy egy zongora és egy ének nem viszel egy egész koncertet, és ezért kellett így magunk köré embereket szervezni. Már iskola év elején próbálgattuk, igaz, akkor még nem sok sikerrel, és februárban, amikor megtaláltuk gitárosunkat, Imit, utána egész jól beindult ez a dolog. Első közös próbák
ugye nehezen mentek, mert még nem voltunk összeszokva, de utána egész jól alakultak a dolgok. Egy általános próba úgy folyt le nálunk, hogy az elején beálltunk, ugye hangpróba szokásosan, és elkezdtünk egy-egy számot, aztán mikor már úgy éreztük, hogy minden szám jól áll, akkor meg elkezdtük az egész műsort próbálni, és utána ültünk le Nikivel, és megírtuk a szövegeinket ugye a számok közé, és utána az utolsó 3-4 hétben már csak számokkal együtt próbáltuk. Hogyan oszlanak meg a feladatok egyébként a bandában? Tehát most így hányan vagytok, ki mit csinál? 9-en vagyunk a bandában, és én éneklek, a Máté dobol és zongorázik. Akkor van a basszus gitárosunk, az ő neve Bence, a gitárosunk ugye Imi. Van 3 vokálosunk, 2 belőle szólót is énekel, és az egyik pedig fuvarázik. Meg ugye van egy olyan szám, amiben 3-an is éneklünk, tehát 2 lány meg én. Akkor még van a 2 zongorás, igazából a lánya szint is, az Orka, és az Áron pedig zongorázik. Én megkérdeztem az énektanárunkat, mert ugye ebben az iskolában egy énektanár tanítja a felsősöket, és megkérdeztem, hogy kit ajánlanak közülük, és ugye Katát és a Piroskát ajánlotta. Mik egyébként a terveitek ezzel az együttessel, hiszen azért most már egy néhány, még csak ha csak ilyen próbán is, de felléptetek. Igen, a következőkben elvileg megyünk a Vízzenére is fellépni, akkor utána pedig egész nyáron valószínűleg próbák lesznek itt szétszórva, amikor itthon van mindenki, vagy esetleg csak egy-két ember hiányzik, és már szeptemberre is kaptunk egy ajánlatot a polgármester úrtól, hogy most jön ez a Perom Musicos zenei tehetséggondozó program, és nekik az első nyitó hetében már kaptunk koncertajánlatokat.
és a Máté ugye együtt kezdtek el zenélni, és aztán pedig a Niki pedig invitált engem, hogy ugye jöjjek a zenekarba, és hogy énekelnénk együtt is, meg ugye vokáloznék is, és én ezt jó ötletnek tartottam, mert én igazából szeretek zenélni, énekelni, és ugye zongorázom is, szeretek szerepelni, és igazából szeretem a bandatagokat is, úgyhogy én ezért örültem ennek hogy a tagja lehetek ennek a bandának. Én örülnék, hogyha jó soká még együtt maradnánk, és szerepelnénk még együtt. Vokalista vagyok, és hát a bandába úgy kerültem be, hogy nagyon örültem, amikor Niki szólt nekem, hogy szívesen fogadnának, és hát nagyon örültem, hogy bekerülhettem ide, mert nagyon szeretek énekelni, én is zongorázok, és nagyon szeretek így bandákban szerepelni, és együtt dolgozni velem egykorúakkal, úgyhogy nagyon örültem ennek a lehetőségnek, hogy bekerülhettem ebbe a csapatba. Hogy tetszik a műfaj, vagy egyáltalán mit kell tudnunk arról a műfajról, ami nálatok a repertoáron van? Hát poprockot éneklünk és zenélünk. Én nagyon szeretem ezt a műfajt, és hát igazából mi vokalisták vagyunk, a Katával éneklünk duót, és igazából szerintem ez nagyon jó, mert olyanokat éneklünk, amiket a velünk egykorúak is, a nálunk idősebbek is szeretik, úgyhogy kedvelt zenéket. Ugye nekem a testvérem is zenél benne, és én fuvaláztam vele. És úgy volt, hogy nekem is kérték, hogy vagy felajánlották, hogy én is énekelhetek, és így én is bekerültem vokálozni.
Zenével egyébként mióta foglalkozol? 3 éve. Először úgy volt, hogy a fazekas iskolánk a báján játszok, az Elektron Banddel játszok egyébként egy bandába, pár számot játszunk, aztán igazából ott megismertem az Istvánt, megkért, hogy van egy projektje, amiben talán játszani fogunk. Hogy tetszett neked ez az ötlet? Hát nekem tetszett, mert nem nagyon játszottam így bandákkal. Szerintem nagyon könnyen összehangolódtunk. Thank you.
már 5 éve. Mindig is szerettem zenélni, és zenekarokban is játszok, például népi hangszeren, és gondoltam, hogy ez is nagyon jó lesz. De hát ez egy teljesen más műfaj, az nem baj? Nem, nekem mindenféle zene tetszik igazából, nagyon szeretek én is zenélni. Most itt a mai programban mi mindenre számíthat a közönség? Mi mindent játszotok, mi mindennel készültetek? Hát rengeteg olyan számmal, amit mi is szoktunk hallgatni szívesen így naphosszat, és gondoltuk, hogy ez is jó lesz eljátszani, mert ők is élvezni fogják. Éve zongorázom, egyszerűen imádok zongorázni. Legtöbb szabad időmet ezzel töltöm el. Itt a suliban is vannak ugye zongorák, és fent az egyik teremben még ugye suli előtt, amikor még ugye szünet van, akkor elkezdtem zongorázni a Waiting for Love-ot Avicii-től, ilyen nagyon borzasztó hosszú kottával, és akkor mondták, hogy úgy játszok, mint a Máté, és így egy hónappal később már szóltak is, hogy itt a jump, és akkor felvettek bele. Milyenek voltak neked a próbák? Milyen beletanulni egy új ilyen csapatba, egy zenekarba? Nagyon jó volt számomra. Nagyon összekovácsolódtunk, és sokat viccelődtünk is közben. Szóval nem ilyen halálpontosra, hanem
ilyen lazán vettük az egészet. Nagyrészt ismerek mindenkit már előtte való időkből is, és igazából egy jó közösséget alkotunk így, és így öröm játszani. Volt egy csellós koncertünk a dobosunkkal, és úgy gondoltuk, hogy ezt még egyszer el kéne játszani. Majd aztán kerestek ebbe a zenekarba egy basszusgitárt, rost, és hát mivel a dobosunknak az osztálytársa vagyok, megkérdezték, hogy nem akarok elkezdeni basszusgitározni, és így kerültem basszusgitárosként ide. És így gyorsan egy olyan szintre is jutottál, hogy megállod a helyed ebben a zenekarban? Hát, nagyjából. Magadtól hozzányúltál volna a basszusgitárhoz, hogyha nincs ez az egész? Nagyon nem.
Budapesti Könyvhét és az Eötvös József Gimnáziumban tartott bemutató után a Tatai Városházán vehette kézbe a közönség Turci István József Attila díjas író költőművét, a Deodatus egy férfi és egy város történelme különleges időutazásra invitálja az olvasót, a kötetet Deodatus gróf története ihlette, aki a képes krónika és számos legenda szerint is Szent István király keresztapja volt, és akit az uralkodó Tatának nevezett. Mégis a 20. század történészei szerint alakja csupán legenda, személye fikció, sosem létezett. Fölkaptam a fejemet, mondom, hoppá! Valaki, aki nem is élt, de az összes könyv foglalkozik vele, és ráadásul a szülővárosomhoz és a környékhez kötődik, Deodatus, mondom, ez a legjobb alkalom arra, hogy ebből könyv szülessék. És ez adta az alapötletet, és akkor kezdtem el búvárkodni, megnéztem az összes létező forrás, segítettek helytörténészek, tudósok, mindenki, aki tanárom volt, Skoflek Istvántól, Keller Györgyig, B. Szatmári Saroltától, Körmendi Géza bácsiig, akik tanáraim voltak, már nem is élnek sokan közülük, mind segítettek, és szedtük össze az anyagokat. És aztán elkezdtem megírni a Deodatust, és végül is Tata két nagy fénykora. Ugye az első fénykor az alapítástól az 1410 és 1526, tehát Mohácsi terjedő időszaknak a nagy fénykor volt, a Zsigmond és Mátyás király korszak, amikor az által eredt lecsapolták és lett belőle halastó, amikor lovagvárra, kis erődítményt lovagvárra alakították át, amikor országgyűlés volt, ha rövid ideig is Tatán, amikor kialakult az a kis város, az a királyi város, amely később elindult a polgári átalakulás útján. Aztán ugye Mohács után eladták az osztrákoknak, majd 1727-ben Eszterházy József 343 ezer aranyforintért megvette a bécsiektől. És akkor, ekkor indult el a polgári átalakulás útján egy óriási fejlődés, a tórendszer, az egész vízrendszert átalakították, jöttek a barokk építészet csodái, piarista rendház, kollégium, templom, sorolhatnám, óriási személyiségek fényverezték ezt a korszakot, mondjuk Mikovinyi Sámueltől Fellner Jakabon át egészen Hamari Dánielig, hogy 1848-49-ig menjünk el, aki orvos volt. És ez a korszak volt a magyarosodás nagy korszaka is. Tehát azt érzékeltem, hogy egyrészt nő a város, nagyon sokan jönnek ide, van kultúrája, van ipara, mezőgazdasága, új malmok épültek, 15 nagy malom lett a városban, a vizeket teljes mértékben rendbe hozták, tehát kialakult a mai tó, nagy tó környéke és a Cseke-tó környéke, angol kertet hoztak létre, ugye Kazinczy kedvenc helye volt, oda jut le, és a magyarosodás nagyon erősen kialakult. Tehát lehetett azt látni, hogy a sok betelepített, sok felől betelepített ember egyszer csak elkezdte magáinak vallani ezt a környéket és a várost, és Tata várossá, sőt város központtá alakulásának ez lett a talán legszebb időszaka, az 1727 és 1849 közötti időszak. Nos, én itt fejezem be a könyvet 1849-ben, amikor is egy sajátos időjátékkal, ugye Deodatus város alapítótól indultunk, akinek ugyan forma szerint nem volt gyermeke, de valahogy mégis lett neki egy gyereke, a felesége meg is halt, és nem, tőle nem lett gyereke, és aztán ez tovább ment egy nemes család, a Deodati család képében, és megmaradt egy leány, Deodati Fanni, aki egészen Komáromig ment, és beállt Klapka seregébe, levágatta a haját, és mikor Klapkáik azt mondták, hogy hát Görgei parancsára el kell indulnunk világos felé, hát ha ott a muszkákat le tudjuk győzni, akkor ez a lány azt mondta, hogy ő viszont visszamenne Tatára, megnézni, hogy élnek-e vajon a régiek, megvan-e még a piarista gimnázium, mi van az uradalmi kórussal, mint egy rendes nő, aki azt szeretné tudni, hogy a szeretteivel mi történik. És itt ér véget a könyv, ezt csak abba hagyni lehet, befejezni nem. Úgy gondoltam, hogy a két nagy korszakot mutatom meg, és ebben persze nagyon nagy a játék. De az tény és való, hogy ahogy egy irodalomtörténész fogalmazott, ez a város első teljes körű szépirodalmi, tehát szubjektív feldolgozása a város történelmének. Mert én nagyon sok mindent olyat is beleépítettem, ami ugyan valós tényeken alapul, de én újra gondoltam. És nagyon sok olyan minden van, ami fikcióból indul, és mégis valósággá lesz. Hát ez már a szépirodalom terepe.
A művet 18 évvel ezelőtt 200 füzet formájában egyszer már kiadták, akkor és most is Lévai Ádám grafikus művész készített illusztrációkat a valós történelmi dokumentumokon és kitalált eseményeken alapuló műhöz, ezekből a helyszínen kiállítás nyílt. 18 éve elteltével nagyon kíváncsi voltam, hogy mennyire vagyok újra felvértezve egy ilyen kalandra, és hogy mennyit tudtam esetleg fejlődni, vagy képileg hozzátenni ezekhez a történetekhez. És gondoltam, hogy egyet-kettőt újra rajzolok, és a végén az lett, hogy gyakorlatilag mind új rajz lett. Egyetlen egy régi metszetet raktunk be a könyvbe, és hát szerintem sokkal szebb lett, sokkal összetettebb, sokkal mélyebb lett akár, hogy is nézzük. Tehát a szövegnek egy új testvére lett ilyen formán. Én az író szempontjából nem szeretnék beszélni, de nekem egy kicsit olyan az egész, mint egy ilyen az olvasati része, ami alapján el lehetett indulni a rajzi részébe, hogy egy ilyen irodalmi patchwork jó értelemben, tehát hogy nagyon sokféle szöveg van benne, csokonai vers utánzat, ha szabad így fogalmazni, ami szerintem prima, és akkor így rájött az ember, hogy nem lehet egyféleképpen megoldani ezt a dolgot. 18 évvel ezelőtt sajnos így tettem, de most egy kicsit érettebben gondolkodva képileg arra a következtetésre jutottam, hogy mindegyiknek a maga hangulatába szülessen meg. Így aztán lettek olyan rajzok, ami egyvonalas rajzok, tehát egy nagyon gyors, nagyon expresszív dolog, és van olyan, amelyik pedig egyszerűen csak egy összetettebb, kidolgozottabb néhány munkát igényelt. Úgyhogy ez is egy ilyen érdekes összetett, hogy ugyan egy kéz rajzolta, ugyan egy gondolatmenet alatt, de mégis más-más rajzok lettek. Én több verziót is csináltam, nem voltam egészen elégedett, vagy nem is ezt mondanám, érdekelt, kíváncsi voltam, hogy egy más aspektusból hogy tudom megrajzolni, és akkor csináltam 2-3 variációt, meg természetesen volt olyan is, amelyik valami fajta megmagyarázhatatlan úton nem került bele a könyvbe, egy véletlenszerűen, vagy kimaradt a nyomdai tördelésbe, de kiraktam az eredeti rajzot. Úgyhogy minden egyes képnek a keretére rátettem, hogy hányadik oldal, tehát ha valaki néző jön egy megszerzett könyvvel, akkor ránézés látja, hogy 28. oldal, és meg tudja nézni a reprodukcióját a könyvbe. Tehát ilyen azonosításos játék. A képek további sorsa jobb esetben az, hogy néhány lelkes emberhez vásárolni belőlük, másrészt az, hogy nálam otthon porosodik, több száz társával együtt, és várják a beteljesülés napját, nem tudom igazából. Az biztos, hogy ebben a hónapban kint lesz még ez a kiállítás, tehát hogyha valaki kulcsosra kéri magát, akkor meg tudja nézni, ez így működik sajnos, illetve talán még az is lehet, hogy egybe tartom ezt az anyagot, és akkor valahol még ezt egyszer valami fajta nem feltétlenül könyvbemutatóval, hanem mondjuk illusztrációk cím szó alatt, mert elég sok könyvnek csináltam illusztrációt az utóbbi 4-5 évben, és abból lehetne egy komplett nagy kiállítást csinálni. Mérhetetlen sok egy könyvben így is, hogy van benne 23-24 darab. Hál' Istennek nem azt mondom, hogy divatba jön, de kezd újra éledni ez a műfaj, és azt látom, hogy egyre több könyvben eredeti kézzel írott, nem számítógéppel készült rajzok vannak, illetve illusztratív jellegű munkák is egyre több jelenik meg a mostani könyvkiadásból, és a könyvkiadónak a vezetőjével is beszélgetve azt mondta, hogy egyre örvendetesebben, hogy az emberek igénylik is ezt a műfajt, és szerintem jó is, hogyha van egy párja a szövegnek.